Sziasztok! Ahogy ígértem, jelentkezünk a tesztnapunkról. Itt a kis prosink, és itt egy következő Benelli, amiről még nem beszéltem. Ő a Leoncino kis becenévre hallgat. Hát meg kell mondjam, nagyon megfogta itt a nézelődőket. Ő egy igazi szexis kis dög. Így színbe is, megjelenésbe is, meg ahogy mozog az úton. Fantasztikus kis jószág. Ő is egy sor kettes vízhűtéses 500 köbcentis motorral rendelkezik, 180 kiló, temperamentumos. Igazándiból ez a motor magáért beszél. Nem is nagyon sok mindent lehet róla elmondani, mert a paramétereket úgy is meg tudjátok nézni, a neten mindent megtaláltok. Viszont nézzetek rá! Egyszerűen előről, hátulról. Hátulról olyan, mint egy gyönyörű nő, előről olyan, mint egy kis ragadozó vadállat. Egy még a szín is nagyon el van találva, és mindenkinek nagyon tetszett, ahogy mozog az úton. Itt több ember tesztelt ezt a kis jószágot most. Legalább 10 tesztpilótája volt. Rossz véleményt senki nem mondott el róla. Jó fékek, jó futómű, nagyon-nagyon kellemesen eltalált üléspozíció. Tényleg azt kell mondjam, hogy egy ilyen 1,90-es emberig a 165 centis embertől megtalálja rajta helyet. Ez nagyon ritkaság egyébként, hogy így meg lehet találni egy motoron a helyet. És ezzel a 186 kilójával nagyon könnyedén mozog. 2 millió forintos árkategóriába belefér. Úgyhogy igazándiból ez a motor egy nagyon eltalált kis történet. Városba kiszaladgálni, az országútra, repkedni vele egy picit, persze nagyon óvatosan, ezt mindig hangsúlyozom, és az ő fogyasztása is egy 4 liter körül mozog. Tényleg nem tudok tőle róla több mindent elmondani, mert magáé beszél a motor. Rosszat meg pláne nem tudok róla mondani. Talán egyet, hogy ez az egy van belőle egyelőre, és úgy néz ki, hogy összevesznek lassan rajta. Sziasztok, jelentkezek nem sokáig egy másik motorral.